Sziasztok! Ebben a videóban a nagypapagájoknak egy tipikus tartástechnológiai betegségéről fogunk beszélni, ez pedig az aspergillózis, vagy más néven a tüdőpenész. Az aspergillózis kialakulását tekintve valóban egy kimondottan tartástechnológiai betegség, ami arra vezethető vissza, hogy a madarak ugye nem repülnek, vagy nem repülnek eleget. Miről is van itt szó? A takarmányból bekerülő gombaspórák a madár szervezetében ugye gyakorlatilag elkezdenek megtelepedni és szaporodni a madárnak a szervezetében, a légzsákjaiban, ezáltal egy légzsákgyulladást és gombagranulomák alakulnak ki a madárban, ez pedig egy jelentős légzőfelületvesztést okoz. Endoszkopos vizsgálatot látunk, és látszik az, hogy a madár légzsákjaiban ott vannak ezek a kis gombagranulomák, és megtelepedtek ott. Amit a gazdi észrevesz ilyenkor, az általában egy nehezített légzés, és tipikusan egy zörejmentes nehezített légzés, tehát nem hallunk hozzá hangot, hogy mondjuk szörcsögne a madár, csak azt látjuk, hogy lógatja a szárnyai, és nehezebben veszi a levegőt. Általában ez a legtipikusabb tünete, amivel be szoktak jönni ezek a kis madárkák a rendelőbe. Tulajdonképpen itt arról van szó, hogy ugye minden takarmány egy élő flóra. Ez nem azt jelenti, hogy ezzel a takarmánnyal gond van, már hogy gombás vagy baktérium van benne. Bizonyos mértékű gomba baktérium ez az minden takarmányban van, ugyanígy az ember takarmányában is. És azért mondom azt, hogy ez tényleg egy tipikusan tartástechnológiai betegség, mert hogy itt arról van szó, hogy természetesen a madár ugye tudkál itt a magokba és belélegzi ezeket a gombaspórákat. Természetesen ez a természetben is előfordul a madarakkal, ugyanakkor egy madár a természetben ugye repül mondjuk pár száz kilométert és átszellőzteti a légzsákjait, nem tudnak ezek a gombaspórák megtelepedni. Még egy fogságban tartott madár sajnos, ugye ül egész nap a kis kalitkájában, nem repül eleget, nem tudja a légzsákjait rendesen átszellőztetni, ezek a gombaspórák pedig megtelepednek ott sajnos, és ilyen problémákat okoznak. Tehát nagyon-nagyon fontos megelőzés szempontjából az, hogy röptessük a madarakat megfelelő mértékben. Ez egy nagyon fontos momentum az aspergillózis megelőzésének. Ami fontos lehet a kezelésben, illetve amit mi szoktunk preferálni, az a rendszeres inhalálás és természetesen a gomba ellenes szeretnek az adása. Ez mindig a madár állapotától függ, hogy milyen mértékben és ezt hetente hány alkalommal kell mondjuk csinálni. Illetve nagyon fontos az még emellett, hogy röptessük a madarakat rendszeresen, valamint azt, hogy próbáljuk meg átszoktatni. Ez madarak esetében nagyon nehéz, hogyha már megszokott egy takarmány, de próbáljuk meg átszoktatni pelletált takarmányra a magkeverékek helyett, ugyanis hát nyilván ezekben nem olyan mértékű, nincs annyi gombaspúra, mint a magkeverékeknél. Tehát ebben az időszakban, amíg kezeljük a madarat, fontos, hogy inkább ilyen jellegű takarmányt egyen. A kezelés nagyon hosszadalmas, ezennél a betegségnél sajnos, mint minden gombás betegségnél, előfordulhat az is, hogy akár több hónap, egy-másfél év is lehet az, mire ezeket a gombaspórákat rendszeres inhalálással és gyógyszerezéssel és rendszeres röptetéssel a madár szervezetéből ki tudjuk írtani, úgyhogy egy hosszadalmas kezelést igénylő betegség, hosszadalmas és kitartó kezelést, de a szerencse az, hogy egy gyógyítható betegségről van szó, viszont mind a gazditól nagy elkötelezettséget kíván, mind pedig a madárkától nagyon nagy türelmet, mert hogy egy hosszadalmas és napi szinten való kezelést és együttműködést kíván a madár részéről is. Köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót, és reméljük, hogy a következő részben is velünk tartotok. Sziasztok!